Az állattenyésztés a mezőgazdaság egyik fő területét képező gazdasági tevékenység. Az állattenyésztés legfontosabb célja a hús, tej és tojás termelés, valamint a textil és bőripar számára fontos nyersanyag biztosítása. Hosszú évszázadokon keresztül az állattenyésztés a növénytermesztés egyik kisegítő ágazata volt. A munkákat állati erővel végezték. Napjainkban is általában összefügg két tevékenység, a növénytermesztést segíti az állattenyésztés, például trágyázás, és fordítva például a takarmány növénytermesztés. Már a mezőgazdaság legdinamikusabban fejlődő ágazatává vált. Az állattenyésztés legfontosabb célja az állati termék előállítása. A haszonállatokat anyagi nyereség reményében tenyésztik. Egy sajátságos év, a termékek, termelvények, takarmányok ára drasztikusan emelkedik, az előállított állattenyésztési termékek ára viszont csökken, és sajnos igaz ez mindenre, igaz ez a sertésre, igaz ez a marhahúsra, igaz ez a baromfira, baromfin belül is nem csak a broilerre, hanem a pulykára. Ezért most az állattartó gazdák nagyon megszámolják, hogy mekkora az az állomány létszám, amit tovább visznek, hiszen mondhatjuk azt, hogy drasztikus áremelkedés történt a takarmánypiacon. Évelején még teljesen fordítva volt, egy konszolidált takarmányár, elfogadhatóan magas élő állatár, illetve húsár. Ez most teljesen megfordult, felborult. Úgyhogy mindenkinek nagyon számolnia kell, nagyon néznie kell, hogy mennyire hatékonyan tud dolgozni, mert akinél a hatékonysággal gond van, ott nagyon hamar átfordul mínuszba, és a gazda sokszor kényszerből eltűr valamennyi mínuszt, de van az a határ, amikor már meg kell húzni a vonalat, és akkor úgy kell döntenie, hogy az éppen adott állatállományt értékesíti, vagy továbbtartásra másnak, vagy vágásra kerül, és megesszük. Egyetlen egy gazdálkodótól sem lehet azt elvárni, hogy mondjuk a kukoricáját, amit el tud adni 60 forintért, azt úgymond úgy számolja, hogy 40-ért eteti meg az állatállományával. Most arról még nem is beszélve, hogyha valaki állatot tart, az egy évben 365 nap munka, és hogyha még mellette jobbáron el tudja adni a terményét, akkor azért szerintem előbb-utóbb ezt a döntést fogja meghozni. A kettős hasznosításkor többféle termék közül kettő nagyobb súllyal rendelkezik, mint például a hús és tej irányú szarvasmarhatartás, illetve a gyapjú és hús irányú juh és kecsketartás. A nem jövedelmezőség miatt azért látok csökkenést a sertésállományban. Városunkban a nagyüzemi vagy nagy volumenű baromfi tartásnak annak nem igazán van hagyománya, nincsenek is erre berendezett állattartó telepek. Ugye van a szarvasmarha és a sertés, ami karcagon a zöme az állatállománynak. Szarvasmarhában történt csökkenés a nagyon ingadozó, de alacsonyan maradó tejár miatt. Volt olyan gazdaság, aki úgy döntött, hogy nem tartja tovább ezt az állományt. A sertésesek még kitartanak. Már csak azért is, ugye úgymond van a klasszikus háztáji, az évről évre csökken, de azért még Fazekas miniszter úrnak köszönhetően ugye itt elindult évekkel ezelőtt az Osan háztáji sertés program. Ez a mai napig megy, a mai napig tartja az Osan ezt a programot. Ez azért jó, mert az ott fizetett prémium ár még mindig ilyen takarmányárak mellett is gazdaságossá teszi a sertéstartást azoknak a gazdáknak, akik részt vesznek ebbe a programba. Kapunk a kormánytól támogatást, segítséget, lehetőséget. Ugye itt a állattartó telepek, legyen ez kicsi vagy nagy, korszerűsítését következésképp a hatékonyság növelést továbbra is támogatják, illetve járványvédelmi beruházásokat is támogatnak, a dupla kerítés, a megfelelő öltözőépület kialakítása, a fertőtlenítő medencék, tehát erre azért jelentős támogatásokat lehet kapni. Az is igaz, hogy aki ilyet igénybe vesz, annak van tartási kötelezettsége is, tehát azt a gazdasági kockázatot viszont be kell vállalnia, hogy a különböző áringadozások hatásait azt nem fogja helyette senki viselni. A termék, legfőképpen a hús és a tej kiemelkedő hozamú termése, hosszú tenyésztői munka eredményeképp lehetséges, ilyen hasznosítás főképp a fejlett országokban találunk.